így fogalmazol, fölmerül a kérdés, hogy Horthy egyáltalán birtokában volt azoknak a szellemi képességeknek, amelyek egy kiugrás megszervezéséhez szükségesek. Ez nem biztos, hogy demencia, ez lehet, hogy egy általános kognitív képességtelenség. Így van. Inkább erre az utóbbira gondoltál? Igen, de hát ugye az a helyzet, hogy... Uta volt? Még végtelenül, igen. Ezt ki kell, hogy mondjuk, hogy végtelenül egyszerű és tehetségtelen politikusról beszélünk, aki kiválóan tudott teniszezni, és szórakoztató társalgó lehetett egy bizonyos pontig, és nagyon sok nyelven tudta ezt előadni.